Az elmúlt években az országos televíziók műsorgyártási szokásai kissé megváltoztak. Sok csatornán a magazin műsorok műfajában szívesen alkalmazzák a külső helyszíneket. A közszolgálati televízió például rendszeresen jelentkezett idén-nyáron is a Balaton partjáról, de kedveltek voltak a különböző rendezvényekről, fesztiválokról, szállodák teraszáról közvetített műsorok. A Makói Városi Televízió kulturális magazinja ezt a trendet követve 2 éve megújult. Azóta a város számos pontjáról, többek között a Hagymatikum fürdőből, a Petőfi parkból, a Maros partról, a Glórius Hotel tetőteraszáról is láthattak a nézők társalgót. A forgatások alkalmával sokan rácsodálkoztak a látványos technikára, és a tapasztalatok azt mutatták, az emberek szeretik, ha egy műsor hátterét is eléjük tárják. Egy nyílt napot szervezünk a Hagymafesztiválon, amikor is mindenkinek lehetőséget adunk, gyerekeknek, fiataloknak, időseknek arra, hogy egyrészt betekintsenek a kulisszáink mögé, és tényleg közvetlen közelből láthassák azokat az eszközöket, amelyekkel mi nap mint nap dolgozunk. Másrésztről pedig lehetőséget adunk arra, hogy megfogják a mikrofont, hogy beleszóljanak a mikrofonba, hogy a kamera mögé odaálljanak, állítsanak az objektíven, nézzék a magasságokat, illetve a háttértechnikát meg tudják nézni, illetve ki tudják próbálni. Úgyhogy ezzel fogunk mi előrukkolni itt a Hagymafesztiválon. Szombaton azonban nem csak erre lesz lehetőség, a stábtagjai játékkal is készülnek. A kicsik a horgászatban mutathatják meg ügyességüket, míg szüleik, ha a 10 kérdésből összeállított kvíztesztet helyesen kitöltik, nem távoznak üres kézzel. A résztvevők között Társalgó című kulturális magazinunkban jövő csütörtökön egy főnyeremény is kisorsolásra kerül. A televízió csapata szombaton 10 és 16 óra között az infópont előtti standon várja az érdeklődőket.